És akkor üdvözlöm Palcsó Bencét, aki egy 22 éves fiatalember, és egy 5 éves kertészeti technikumot végzett el egy magyarországi kertészeti középiskolában, és a végzés után egy évet már dolgozott, és most kezdi majd a második munkaévét a kertészetben 2016 tavaszán. És Bence, azért hívtalak téged föl, hogy kicsikét mesélj arról, hogy te neked még nagyon frissek az élményeid, hogy milyen volt a középfokú oktatás, és kicsit mesélj arról, hogy hanyas tanuló voltál, illetve hogy mindaz a gyakorlati képzés, amit te kaptál a középiskolában, az mennyire felelt meg a valóságnak aztán, amivel a mindennapokban találkoztál a kertészetben? Értem, hát először is a iskolában a szakmai rész az nagyon jó volt, tehát hogy a főleg ezek a latin név, azok nagyon-nagyon nehéz volt először a sok növénynek a latin neve, tehát ugye aztán utána az ember, mikor kikerül az életbe, meglátja, hogy ebből a fajta növényből, abból a fajta növényből sokkal több fajta van, nagyon fontos, hogy meg kellett tanulni az igényeket, meg hogy mire használtok fel a különböző növények. De az iskolában, legalábbis ebben a technikumban, ahova jártam, ugye eléggé komolyan vették a növényismeretet főleg, tehát ugye ez a szakmánk alapja, hogy a kertbarátoknak ugye el tudjuk mondani, hogy ezt és ezt a fajta növénynek ilyen igénye van, ide ültethető. Tehát főleg ez ugye a egy évben, ahol dolgoztam ebben a budapesti faiskolában, mélyült el, hogy a gyakorlatban is, hogy milyen növényekkel találkozik az ember. Azt hadd kérdezem meg, hogy te hanyas tanuló voltál? Én egy olyan erős 3-as, gyenge 4-es voltam általában. A szakmai tárgyak hát, jobban mentek? A szakmai tárgyak volt erős? Igen, jobban mentek, mert ugye nagyon érdekelt maga a természet, a növények, tehát mindig is ez érdekelt. Ez is választottam ezt a szakmát. Mesélj arról, hogy hogy lettél te ilyen 22 éves, hát mondhatom, hogy egy komoly felnőtt, akinek van egy ilyenfajta lojalitása, amit a sorok között érezhető, mind a szakma iránt, mind pedig az adott kertészet iránt, ahol te dolgozol. Ezt a szüleidnek köszönheted, egyszerűen csak így kialakult, otthon láttad, az iskolába láttad, tehát minek köszönhető, hogy te a piacon most egy jól fizető állásban, most amennyire én tudom, tehát hogy egy biztos állásod van, és tulajdonképpen mondhatni, hogy a te esetedben sikeresen teljesített a kertészeti szakközépiskola. Igen, hát mindenképpen eleve a képzés, hogy úgy álltak hozzá a gyerekekhez is, hogy tehát egy olyan komoly alapot adtak, amire aztán lehet építkezni nyilván az életbe a munkahelyen, ahol más és más növényeket az ember megtanul, de mégis van egy alapja. Hát a másik meg talán az, hogy magát ezt az egész szakmát szeretem, a növényekkel foglalkozni, és ezért lettem ilyen elhivatott. Hát az a legszebb dolog, ha az ember azt csinálhatja, amit úgymond tanult is, meg amit kedvel. Volt olyan, amivel szembesültél a mindennapok során, hogy ezt tudnod kellene, vagy úgy érezted, hogy de jó lenne, ha most tudnád, most gondolok akár különböző rögzítési feladatokra, vagy árajánlatírásra, vagy az emberekkel való foglalkozás is meg kellett tanulnod, és úgy érezted, hogy az iskolában jó lett volna, hogyha erről még tanultok? Hát főleg igen, az emberekkel, amit említettél is, szóval az emberekkel foglalkozás, hogy gyakran ugye olyan kérdések vannak, meg ugye sok mindent tehát a vevőkkel lehet találkozni, ezt olvassa az interneten, azt olvassa az interneten, és hát hogy maga a szakma az meg ugye teljesen más, tehát hogy mi nekünk azt ezt kellett először is, hogy megtanulom, hogy úgy normális az embernek elmagyarázni, hogy amit végeztünk ugye ebbe a szakmába, hogy az azért van úgy, mert ezt így tanítják évszázadok óta, és nem biztos, hogy az a jó, amit ők láttak egy egyszerű cikkben, mert általában mindig az a jó, amit a szakemberek. Tehát, hogy ez kellett, hogy az emberekkel való megértés, ez volt egy kicsit nehezebb, hogy normálisan lehessen úgy tájékoztatni, hogy a legközérthetőbb legyen, talán így fogalmazni. A kortársaid, akikkel mondjuk együtt indultál 8-ban, és aztán mindenki ment minden gimnáziumba, meg ide-oda, mi a tapasztalatod, hogy kirívó, hogy te ilyen jól el tudtál helyezkedni, vagy a többieknek is azért van munkájuk, vagy van olyan, aki nem találja a helyét? Hát van olyan biztos, aki nem találja a helyét, de akik úgy tényleg szerették is, és tényleg azért mentek ebbe az iskolába, mert valamennyire azért érdekelt őket a szakma, azok jellemzően vagy ilyen eleve már a családban ilyen kertépítéssel foglalkozók voltak, és oda mentek, de a többiek azok általában vagy faiskolába, vagy legalább valami, ha nem is ebbe a fő irányba mentek el, de akkor mindenképpen ilyen
kertépítéssel foglalkoznak. Igen. Tehát aki az a néhány gyerek, aki maradt, az úgy érzem, hogy mindenki megtalálta a számítását. Igen, azt mondnék meg nekem, hogy te a középiskolában is tudatában voltál, vagy tisztában voltál az, hogy ez egy kétkezi munka, és nyilván a mai napig is, pláne egy év munkaviszony után, ezt te nemhogy nem bánod, hanem ezt te örömmel végzed? Persze, hát ez nem bánom, ez egyáltalán, mert mondom, hogy ha az ember azt sem, amit szeret, és a nyilván ez fizikai munka, hogy a főleg mikor a hárudába is jönnek a növények, utcalászni kell, meg beásni, de hát utána az ember látja, hogy a munkájának, a belefektet energiájának igenis van eredmény. Hát emlékszem tavasszal egyszer, amikor mentem el a főiskolában, nagyon sok munka volt, és aztán össze visszajött a vevő, és mondta, hogy nagyon beváltak azok a növények, amiket ajánlottam. Hát úgy érzem, ennél nagyobb elismerés nem kell, hogy a kertbarátnak az ember örömet okozza a saját legnagyobb szakértelmével, amit próbál nyújtani. Bence, köszönöm szépen a beszélgetést, és egy nagyon sikeres pályát kívánunk neked.